110 éves lennél, ha élnél. 32 év, ez most már így marad. De mondd, ha élnél, vajon versben beszélnél? Hullna elénk alvat vérdarab. Még jó, hogy a halál mozdíthatatlan. Ezen nem változtathatsz még te sem. Hiába sarjad ki a fű után. A Magyar Nyelv Változatos Világ címmel rendezték meg a Mikes iskola hagyományos kétnapos vetélkedőjét, ami idén is több iskola részvételével zajlott. Ahogy minden évben, idén is voltak határon túli csapatok is. Gútai, Dunaszerdahelyi és Sepsiszentgyörgyi testvériskolák is delegáltak versenyzőket. A verseny idei témáját a költészet napja adta, így József Attila és költészete volt a középpontban. A feladatok nagyon változatosak, a Magyar Nyelvi Munkaközösség állítja össze tulajdonképpen a feladatokat, több hónapja készülünk rá. Van ebben a feladatban előzetes feladat, amire felkészülnek, szövegértési feladatlap, keresztrejtvény, érvelés, ami József Attila élethelyzetéből adódik. Van a feladatok között érdekességként, idén először képregényt kell készíteni a gyerekeknek, 3-4 változatból választhatnak, mintából, és ez alapján kell majd egy megadott témakör alapján elkészíteni ezt. Aztán van még a feladatok között nyelvhelyességi feladat, képfelismerési, úgyhogy igen változatos, két fordulós a verseny, az egyik délelőtt zajlik, aztán utána egy kis ebédszünet, az iskolával ismerkednek a vendégek, ezt követi majd egy második forduló délután. Nagyon sokféle feladat van, és minden feladatnál más-más szempontot értékelünk. Itt elsősorban az anyanyelv a döntő, és az anyanyelv mellett, mivel József Attila most ugye éppen az alanyunk, akivel foglalkozunk, József Attila életének olyan vonatkozásai is, amelyek ugye a közvélemény előtt nem ismerősek annyira. És itt a diákok improvizálhatnak nagyon sokat, nagyon kreatívak a feladatok, ahogy átnéztem, és alig nagy élményben lesz nekik is részük, és nekünk is.